Indult. Dicsértessék, nem tudom, hogy van-e itt valaki egyáltalán. Sajnos 2,5 órával később kezdünk, mint ahogy terveztük, hiszen volt egy kis darázs invázió nálunk, de úgy látom, hogy még nincs itt senki. Kicsit tükröz a szemüvegem, tehát én szembefényez, nem biztos, hogy jó nekem. Oké, tehát kicsit később kezdtük el a tervezettől, lesz jóslás ma, tehát érdemes maradni, mert lesz jóslás, viszont azt már most így előre elmondom nektek, hogy maximálisan évfél, tehát legeslegkésőbb évfélkor elköszönünk, mert még van még utána dolgunk, csinálunk mágiát, meg egyéb más... Meg aludni is szeretnénk valamennyit, mert holnap meg tanfolyamunk lesz. Na mindegy, amiért én kezdtem ezt az adást, nem pedig Rexus, látjátok, az pedig az, hogy ismételten betaláltak nekünk itt hát ezek a jó emberek. Közben próbálom itt a lámpát igazítani, hogy... Ezt nem lehet, hogy ezt ragasztani? Várjál. Szuper! Úgy, oh, jó. Úgy. Jó, hagyom. Lenne ezzel így megakadt. Szóval... kitettem egy ma egy videót, elég sokan megnéztétek, mert a videó az én saját oldalamon van fönt, a mystika.hu TikTok oldalon, mit tudom én. Hogy ennyire nem értek ezekhez a... megnevezésekhez, kütyükhez, ez az amaz. A lényeg az, hogy tudjátok, hogy itt volt egy ilyen vitatkozás köztünk pár emberrel, és nagyon sokan be akarnak minket mocskolni, és erről is szól egyébként a videó, meg arról is, hogy igazából nem tudom, hogy ki csinálta azt az oldalt. Sejtésem van, hogy ki lehet mögötte, viszont kimondom a nevét, Lady Provokatív 69 néven csináltak, nem tudom mikor, pár napja egy TikTok oldalt, és ott azokat az embereket vették célba, akikkel mi vitába voltunk. És azok az emberek ugye automatikusan azt hitték, hogy mi állunk ennek a hátterébe. Kedvenc autóm, a sajátom. Nem olvasom most a kommenteket, bocsánat. Jóslás lesz majd, egy kb. Negyed óra, fél óra múlva kezdünk a jóslással, és maximum éjfélig leszünk, tehát ez a plafon. Lényeg az, hogy... Most nem tudom, most mit csinálni, itt nyomtam meg. Na mindegy. Legyek, hang meg ilyenek, meg ránézek. Szerintem van hang. Oké. Okay. Szerintem van hang, hallotok, ugye? Igen, nem csak én is itt leszek, csak azért csinálom a hajamat. Na, lényeg az, hogy valamilyen szinten joggal hihették, köszi szépen, Ali. Joggal hihették azt, hogy mi állunk a háttérbe, de nem. Most nagyon-nagyon mellé lőttek. Az a valaki, kettő valakire gondolok én. Az egyik személy az az, aki, ahogy a videóban is elmondom, hogy Reginának van egy ilyen, hát ilyen titkos udvarú, rajongója, stb. Lehet, hogy ő érezte úgy, hogy meg kell Reginát és engem védenie. Szia, Ani! És... Oké, okay. Nem tudom, hogy Dino mit csinált ez a Péter 651, de köszi, hogy lenémítottad. Hát nem tucsok neked semmit. Oké,
Oké, csak közben nézem a hozzászólásokat is. Szóval lényeg az, hogy joggal gondolta azt, hogy mi lehetünk a háttérbe, tehát vagy akire én gondolok, aztán lehet, de ez a kettő jött le. Tehát vagy az a valaki volt az, aki Reginának a titkos rajongója, és azt érezte, hogy meg kell minket védenie, vagy pedig ő maga csinálta, az illető ember, hiszen neki ez is egy jó reklám, egy jó kis marketing, és teljesen mindegy. És mert egyébként csinált hasonló dolgokat, hogy úgy állította be az egész helyzetet, mint a őt kezdenék el támadni, pocskondiázni, stb., holott ő állt a hátterében azért, hogy figyelmet kapjon. Hiszen bármi, tök mindegy, hogy miért beszélnek róla, az a lényeg, hogy beszélnek róla. És ezt sajnos simán el tudom róla képzelni. Egyikre sincs bizonyítékom, én csak e-mail formájában kaptam, tehát, és mint tudjuk, a mai világban bármit lehet hamisítani, bármit lehet megcsinálni, egy az egyben le lehet másolni, Facebook oldaltól kezdve bármit is, hogy teljes egészében úgy nézzen ki, mint annak az oldala, de még tehát aki meg még jobban ért hozzá, még az ismerőseinek a számát is oda tudja szépen illeszteni, montírozni, igazítani, mit nem tente ezekkel a grafikus technikákkal. Én sajnos nem értek hozzá, vagy szerencsére mindegy, lényegtelen. Tehát én simán kinézem belőle is, hogy ő maga csinálta meg azzal a szándékkal, hogy így is befeketítsen minket. Nem tudom, hogy melyikik volt, de abban 100%-ig biztos vagyok, hogy kettőjük közül. Tehát minden erre mutatott rá, bármilyen eszközzel néztem, ha a rúnákkal, ha az ingával, és ugye az ingánál, amikor saját magadnak ingázol, most nem látom a saját itt az ingámat, de valahol itt lesz az asztalom, na mindegy, ott az a lényeg, hogy mindegy legyen a válasz. Épp ezért szoktam olyan trükköket bevetni, hogy amikor ilyen kérdést teszek föl, cetlizek. És én magam sem tudom, hogy melyik cetliben mi van. És akkor többször felírom erre ugyanazt a választ, egy-egy kérdésre összekeveredik, és akkor ugye az ingával, vagy a pálcával megnézem, hogy na az összes lehetséges verzió közül melyiket választja ki. És amikor már többször ugyanaz jön, akkor igen, tehát volt már nekem annak idején úgy, hogy még ezt 10 évvel ezelőtt, hogy néztem valamire a választ, saját magam részére, akkori udvarlómmal kapcsolatban, akivel éppen nem beszéltünk, és a per pillanat olyan volt a helyzet, hogy soha, de soha nem fogunk, és ez tényleg valós volt, és amikor megnéztem, csak úgy brahéból, hogy na, fog-e még ő engem keresni, és azt mondta, hogy igen, és ez valamikor február környékén volt, február-március környékén, szép estét, Lóra, neked is, fogtam magam, és elhajítottam a pálcámat, és hetekig hozzá se nyúltam, mondom, kész, nem ér semmit, nem jó közvetít, stb. Majd eljött május 31-en évnapom, mit ad Isten, kitűp kapok köszöntést tőle. Tehát, igen, tehát és folytatódott a kapcsolat. Anélkül, hogy bármivel rá segítettem volna, hogy ő engem sem megijedse semmit, mert én ott voltam, hogy én elengedtem őt, kész. Tehát, hogy miért fontos ez, hogy az ingának vagy a pálcának a válasza csak akkor jó, ha tiszta, tehát ha tiszta forrásból érkezik, mert ugye ezt behívjuk ezt az energiát, és közvetíti. És még ő is tulajdonképpen a többféle csatornázási lehetőség van itt is, amit megnézünk. Szia, Marianna! Na, hogy visszakanyarodva az eredeti történethez, szóval most az én kérésemre ez az illető, akit most nem látom, hogy ki áll az e-mail mögött, fogalmam sincs. Egyébként többen jelezték, hogy ez így följött. Az egyik az, hogy én vagyok, én csinálom. Jó, oké, köszönöm szépen. Megkértem őt, hogy függessze föl ezt az oldalt.
Ebből gondolom én azt, hogy inkább lehetett Reginának a titkos rajongója, mert hogyha ezt ő maga csinálta volna, akkor ez neki reklám. Illetve neki ugye jó jött volna az, hogy még minket feketítsen, tovább feketítsen ezzel is, hogy na, mi még erre is képesek vagyunk. Pedig nem. Vagy csak játszik, vagy csak játszik, hogy látszólagosan eleget tett a kérésemnek, pont azért, hogy ne rágyanakodjak, hogy tényleg ő van mögötte, ez is benne van a pakliba. Ez is benne van a pakliba. Nem tudom, nem is érdekel. Lényeg az, hogy én tisztázni szeretném azt, hogy sem a lányomnak, sem nekem nincs közünk hozzá. Jó? Tehát meg ott olyan dolgok jöttek egyébként ki érdekes módon, ott becsatlakozott egy csillag valaki, csillag, nem akarom kimondani a nevét neki, aki tulajdonképpen ő kente ránk ezt az egészet, hogy ott mi vagyunk mögötte, így, meg úgy, meg stb. Szó szerint fenyegetett is minket, tehát megfenyegetett minket. Jó, tehát amikor olvastam, akkor néztem, hogy jó, oké. De olyan szinten, hogy a nevemet nem tudta rendesen leírni. Tehát ilyen. Pedig elvileg egy ilyen nagyon nagy fokon lévő hölgyről beszélünk, aki theta healingezik, reiki, teszem, hogy második szinten gyakorolja, akkor metamorf masszás, meg nem is tudom, mi van neki még a tarsajába, tehát nem egy ilyen olyan emberről beszélünk, és ezzel nem akarok tényleg senkit megbántani, hogy egy átlag ember, aki nincs benne ezekben a dolgokban, hanem igenis, hogy ő ezzel foglalkozik, és ezeket alkalmazza másokon, akkor neki nagyon sok mindent tanulnia kellett a háttérben. Lélektantól kezdve, de nagyon sok mindent. És ha valaki így reagál, és így csinálja ezeket a dolgait, és ez valóban ő volt, most teljesen mindegy, hogy ezt az oldalt kicsinálta meg, ezt a Lady Provocative, azt mondom, 96-ot, teljesen mindegy, kicsinálta meg, ettől függetlenül ennek a csillának a reakciója, a stílusa, amit ő csinált, az gyomorforgató, gusztustalan. És na mindegy, ő az, aki különféle dolgokat mondott nekünk még annak idején mással kapcsolatban, és ott sem értette meg, hogy miről van szó. Tehát ránk van állva az a nő szó szerint. És addig várja, hogy tulajdonképpen belénk rúghasson. Ez szó szerint addig várja, hogy belénk rúghasson. Igen, tehát mint a László Szilvia is, ő is egy ilyen 60 éves hölgy, mindegy, aki egy, nem biztos, hogy nincs igazán kielégítve a vágya igénye, ez van, és nem ez az egyetlen ilyen jelenség, mert nem hagytam ki, róla beszéltem, Henny. Ő neki van a Lady Provocative oldala, a másik, amit talán már most lezárt, nem tudom, és ott elég tényleg olyan provokatív videókat tett ki saját magáról, hogy én azt mondtam, hogy ennek a TikTokon helye van, bocs, tehát oda kellett volna tenni a 18 plusz. Nem volt ott. Nem vagyok prűd, mert mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja. Nem érdekel. Tehát az se érdekel, ha valaki azt mondja, hogy szexuális szolgáltatást nyújtok, és ebből vagyok, fölvállalta, csinálja, ő dolga. De amikor valaki teljesen mást mutat magáról, mint amilyen valójában, ez a képmutatás, azt nem. Azt nem. Na mindegy, és ennek a mintájára csinálták meg ezt a Lady Provocative 69-et, vagy 96-at, nem tudom. Talán 96. És arra hitték azt, hogy mi vagyunk azok. Nem.
Nem, tehát meg mondom, tehát meg sajnos nagy, rengeteg ember abból táplálkozik, hogy másokat lehúz, megaláz, betetett, rengeteg olyan csoport van a Facebookon, ami kifejezetten arról szólnak, hogy egy-két ember elkezdi, és csatlakozik hozzá, tehát ragadnak oda azok az emberek, akik imádnak másokba belerúgni, mert ez az életük, ez élteti őket, és akkor fogjunk össze, és nem is ismerem az illetőt, még egy baszott jósláson se voltam nála. Nem, hogy mágiát, vagy bármi más csináltattam volna vele, és anélkül ez a László Szilvia, hogy bármi közünk lett volna hozzá, olyan embereket von be, beteszi hogy a spirituális. Hogy beteszi a lányomat egy ilyen csoportba, és akkor olyan szövegek vannak alatta, hogy mi nem szedett fogamzásgátlót, és oda a másik nagy művész hölgy oda kommentel, hát hogy az anyjának kellett volna, tehát vagy magyarul nekem, tehát lefordítom, hogy a Reginának meg se kellett volna születnie. És ilyen emberek éltetik magukat, és ilyen embereknek van követő táboruk, vagy közösségük. Na most én abból az energiából, amit ők képviselnek, nem kérek. Egyáltalán nem. Ez az ő szintjük. És amikor bement volna Regina, beengedte őt nagy nehezen a saját csoportba, hogy tisztázz... 3 órára, miután már kialáztak. És elérhető volt a Facebookon, teszem hozzá. Elérhető volt a Facebookon, mindegy, beengedték őt látszólag, odaírhatott egy kommentet, megvédhette magát, maximum fél órát lehetett bent ebben a csoportban, kitiltották őt. Erről beszéltünk már a múltkori adásunkban, ott volt az, hogy voltak bent sajnos olyan emberek is, akik viszont tőlünk kértek segítséget, stb. Egy-két ember, nincsenek már köreinkben, bocsi, nem várjuk el, hogy foggal körömmel védjetek minket, egyáltalán nem várjuk el. Ha te neked nem akarsz beleszólni, nem szólsz bele, nem folysz bele a vitába, de szerintem az a tisztességes és az a korrekt, hogyha legalább annyit szólsz, hogy figyelj, itt téged aláznak, meg gyaláznak, tudsz róla? Másoktól, olyan emberektől tudtuk meg, akikről nem is gondolnák nagyon sokan, hogy mi azokon az emberekkel jóba vagyunk. Attól, hogy mi most nem frecsogunk, meg nem ajnározzuk egymást a kommentek alatt, meg egyéb ilyen dolgok, mert nem tesszük, vagy nagyon ritkán, vagy kivételes esetekben, ha éppen úgy, mert nem nézzük a másikat. Érezzük a másiknak az energiáit, untig elég. Tudjuk azt, hogy amit így korrekt módon elmond telefonhívásban, vagy leírjuk a másiknak, az úgy van. És lehet, hogy teljesen mást képvisel. De nem kezdjük el egymást csesztetni, meg basztatni, meg egyéb ilyen dolgok, hogy jaj, neked nem ez a világnézeted. Nem az a világnézete, de ettől szép és ettől kerek az egész. Mondom, én a képmutatást, a gonoszságot, és nem a, hogy mondjam, a patás. Nem ő a gonosz, nem az a gonosz, gyerekek, nem. Hanem az emberek, az ember hülyeséges, az emberi tudatlanság hagyta azt, hogy ez ideig fajuljon. Az emberek a gonoszok. Ki kell mondjam, az emberek a gonoszok, hiszen mi művelünk a másikkal olyan dolgokat, hogy most menjünk vissza, tehát a kínzásoktól kezdve, amik itt voltak, nem mondom, TikTok mennyire érzékeny, lehet, hogy mi... Azért mondom, hogy ilyen szavakat, hogy itt lehet epetni, pedig egész egyszerűen csak, hogy most, hogy valaki tart itt egy történelem órát, akár a TikTokon keresztül, nagyon meg kell válogatnia, hogy milyen nyelvezettel beszéljen. Pedig... Ez teljes mértékben hülyeség, mert nem ettől lesz... tehát nem attól leszünk rosszak, vagy oroszak, hogy kimondjuk, nevén nevezzük a dolgokat. Nem egyáltalán nem attól. De szerintem ezt értitek és érzitek, hogy mit akarok ezzel nektek mondani. Tehát a lényeg az, hogy mi is megjártuk, meg nekünk is meg kell tapasztalni ezt az utat, és nagyon nehéz azt megállni, hogy ne védd meg magad. Nagyon nehéz megállni. Főleg, amikor, tehát még az, hogy nem védem meg magam, oké, rendben van, de amikor az embernek a gyermekét,
a lányát ok nélkül bántják, azt én nem tűröm. Én azt nem tűröm. Tehát itt, és oké, jön a igazságszolgáltatás, mert jön, ami nem itthon a földi létbe, itt maximum jogszolgáltatás van, akinek több van, annak van joga. Körülbelül így működik Magyarország. Hanem az isteni rend, ami tényleg, hát ki fog minden egyenlítődni. Ebbe 100%-ig biztosak lehettek. Tehát mindenki egyenlítődik. Nem tudok mindent a világunkról, a világ működéséről. Akkor már rég nem itt lennék. De viszont átérzek dolgokat, és érdekes módon, ami eddig nem, tehát kevés olyan információt szerzek, vagy könyvek, meg egyéb ilyen formájából, hanem ez mind jön nekem, tehát jön, megnyilvánul, jön, átérzem. És pár hónap, pár év múlva pedig szembe találkozok vele, hogy más az kiadta könyvben, stb. Így úgy, amúgy visszaigazolták. Tehát visszaigazolja, hogy igen, amit én ott éreztem, meg már akkor sejtettem, vagy tudtam, az tényleg úgy van. És nagyon sok ilyen dologtörténnel vagyok így. Jó, oké. Ennyit szerettem volna egyhuzamban elmondani nektek. Lassan megérkezik rektus is. Jó, rendben, addig én itt viszem a sót, meg a borsot. Jó, oké. Mint mondtam, lesz majd ugye jóslás is. Mindenféleképp, tehát csak is ér miért jósnunk. Az a minimum. Minimum 100 érme, adhatsz többet is. Állatmenhelynek fog menni. Hogy hívják az állatmenhelynek? Cica-mica. Segítő oldala. Így vannak fent Facebookon. Cica-mica segítő oldala, tehát így vannak fönt Facebookon, nekik fogja a Rexu... Elég afro vagyok. Fo? Jó, és nem megmutatom nektek, aztán megyek enni. Az igen. Na? Hú, de furcsa. Elég afro? Milyen? Furcsa. Írjátok meg kommentbe a hajamat, hogy dobáljátok a lájkokat, lájkokat! Léci, léci, léci! Tállali! Legyek én is provokatív! Tényleg, lehet! Na, mi kiteszitek? Szélezek, lesz tud provokatív. Elég vadas. Vadas, mertes? 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 Kérünk hozzá, hortobágyit is, hortobágyi húsosat. Palacsinkán. Igen, tehát a Tiszamica segítő alapítványnak, vagy központnak, vagy nem oldal, tudom milyen, vagy oldalnak megy a... A legnagyobb közösségi platformon. A Facebookon így vannak fönt, igen. Jó, köszönjük az ajándékot. Megismertek még? Hol megyek, Szoli? Oké, csak itt nem láttam, hogy ki küldte ő ki. Hát a izénk! Az Éva, a Kála Éva. Ja, Évi! Azért volt ismerős a kép. Csak kis képben van, azt tudod. Aha, a kép az ismerős volt, csak a nevet nem láttam mellé. Megmutatom a hajamat neki is, lehet, hogy már láttam. Nagyon szépen, köszi. Köszi. Éva, nem tudtam megnézni neked, bocsánat. Nem, megfogjuk. A darazsakkal küzdöttünk. Ha hiszed, hanem invázióval. Holnap megyek be pásztorra már. Valószínűleg a hátsó garázsomban lehet egy darázsfészek, és onnan valami megbolygathatta őket, vagy valami, és onnan egész egyszerűen fújtuk, ahogy jöttek be a lakásba, fújtuk, és fújtuk őket. Lódarazsakról van szó, úgyhogy hát ki kell hívnunk majd szakembert, aki kiírtja őket. Vagy nem tudom, hogy ilyenkor arrébb viszik-e a fészküket, vagy mit csinálnak. Aha.
Tehát itt szakemberre lesz szükségünk. Szokott így jönni, hogy időközönként így megvadulnak és jönnek többen. Valamikor csak egy-egy bejön, az oké, az még annyira nem zavaró, de amikor már invázió van, az igen. Tehát pár napja is arra jöttünk haza, szinte hajnalba, hogy egyszerűen nem tudtunk kiszállni az autóból. És ugye tehát nem szoktam garázsba parkolni, hanem csak itt hagyom a garázs előtt, mert nem férünk be. Na mindegy, és alig tudtunk kiszállni a kocsiból. Úgyhogy emiatt ment el most az egész estén. Emiatt késtünk, és ugye 8 órakor szerettünk volna bejelentkezni, hát ebből 10:30 lett. Úgyhogy bocsánat, ez van a háttérben. Jó. Regina eszik egy kicsit, itt a szemisztom, hogy hívhatsz-e még Reginának? Hívhatlak még Reginának? Persze. Jó, viszont addig, aki szeretne, hasz nekem egy füzetet, meg van itt valami tollunk is. Van több is. Több tollunk is van? Vagy több füzetünk? Mindenünk van. Tehát akit küldeni az ajándékot, annak fölírom a nevét, mert tényleg legkésőbb 40-ig, tehát 23-40-ig fogadjuk a kéréseket arra, hogy nézzük. Az bőven elég. Maximumot jól. Igen, csak válaszol. Azért, hogy mert tehát 40 után már ne érkezzen be új kérés. Helike? Regi indíthat egyedül élőt. Persze, hogy indíthat egyedül élőt. Melyik Henny? Lublám? Nem tudom, Henike. Jaj, nem ő. Nem ő. Csak nem értem, hogy miért kérdezed. Zavar valakit, hogy ketten vagyunk az élőben? Ketten szoktunk lenni. Az, hogy nem az én csatornámról jelentkezek be, az egy dolog. Ketten csináljuk ezt a vállalkozást, ketten építjük föl, ketten vagyunk itt is. Az, hogy a Reginának a csatornájából jelentkezzünk be, fogadjátok el. Akinek nem tetszik, ez a rendszer. Ha bármely videómban csinálnék ilyet, nem tudom, hogy van a segélyhív, hogy beteszi a kezét, vannak ilyen jel nélkül ízék, akkor baj lenne. De mivel? Mi vállalkozók vagyunk. És ő az édesanyukám, a drága egyetlen anyukám, aki többet ér mindennél számomra. Minden szónál. Ha valakinek nem tetszik, ne nézze, görgessen tovább, vagy tiltson le. Ez van. Együtt jó, kezdtük. Tehát, együtt kezdtük. Anyámnak rengeteg mindent. Együtt visszük. Tehát igazából annak ideje, jó pár évvel ezelőtt egyedül kezdtem felépíteni. Aztán csatlakozott be Rectus. Ő rendkívüli érzékkel ért a reklámozáshoz, meg egyéb ilyen dolgokhoz. Én a háttérmunkát viszem, tehát kettőn ki a vállalkozás. És ha elfogadjátok, ha nem, ha levénbanyáztok, ha nem, nem érdekel, az marad itt, aki a mi energiánkra kíváncsi, akinek mit adni tudunk, akivel együtt tudunk működni. Szortírozódjon ki az összes többi ember, nem bánom. Oké, köszi szépen, és ezt minden egyes videónk föl van téve egyébként a YouTube-ra, vissza lehet nézni, vágatlanul. Valamit még aznak, már 2081-en vagyunk körülbelül. Beteszem még a fülcsimet aztán. Oké, tehát ha küldtök ajándékot, akkor van jóslás. Egyébként megkérdettük azt is a Rectus is, és én is a saját oldalamról, augusztus 5 és 11 között becsületkasszás jóslás, nem lesz ráadás, nem lesz hosszabbítás, a kapcsolatkukaszmisztika.hu e-mail címen tudsz elérkezni, avagy a Mindenki FB oldalon, vagy a Rectus Runa FB oldalon, tehát három felületen tudsz erre jelentkezni. Ugyanúgy működik minden, mint amikor egyébként jönnétek jóslásra, vagy sorselemzésre. Ugyanúgy előre befoglaljuk az időpontot, előre el van osztva mindenkinek
Nyilván, mivel becsületkasztás itt nincs megszabva, hogy mennyit utalják, amennyit neked megér. Voltak kétetkülőt, voltak húszatkülőt, változó. Tehát különböző. Tehát, a legizébb, valaki 1000 forintot tud küldeni, valaki ugyanúgy elküldi a 20 000-et. Így is, tehát relatív. Azért mondom, hogy kinek mennyit ér meg. Különleges lehetőség. Kinek mennyit ér meg az a válasz, hogy megtudja. Egyébként a sorsrendést jobban szeretem, mert ott a mélységeibe bele tudunk menni a dolgoknak, és tényleg szinte mindig az igazolódik össze, hogy amikor kérdést nem tesznék fel az illető kérdést, megnézzük neki, és... Átézérem közben a kamerát a fejemhez. Ezt még ugye vissza elmondanám, hogyha nem bánod. Nyugodtan. Feltesszük neki a kérdést, és az jön vissza, hogy... Igen. Mit tudsz még mondani? hogy nagyon sok esetben, tehát elmondjuk neki, kielemezzük, és akkor mondom neki, oké, rendben, és akkor most jöhetnek a te kérdéseid, és akkor azt mondja, hogy lényegében mindent elmondtál. Ezért szeret, de ez itt minimum egy órás sorselemzésről van szó, mert ott tud az egész kibontakozni. Mert a fél órás, és azt mondom, hogy jó, az is nagyon-nagyon jó. Ott nincs annyi segítség, nincs annyi story time. Igen, ott nem, ott a fél órásnál ott lényeg, ott nem adunk át. Manifestációs technikáktól kezdve nagyon sok mindent el szoktunk mondani, egyéb dolgokat is. Az egy órásnál majd szoktunk átadni egy-egy róna szimbólumot is, illetve a másfél órásnál, aki azt válassza, ott még több minden van ebbe a csomagba. Ott általában már blokkoldás is történik. Jó. Másodperc. Köszönöm szépen, kedves Teknajos. Ő Nikolett Piatko, bocsánat, hogy így kimondom a neved, csak én is nehezen tudtam beazonosítani, mert új neve van. Vele megbeszéltem, a ő nyerte, igen, tudom. Ráírtam, megbeszéltük, mert új neve volt. Oké. Megnézzük neked ezt, Évi, ez külön jó. Itt nem élőben akarom neked megnézni, hanem ezt megnézzük neked úgy, hogy egy magánbeszélgetésben. Ezt a darazsak miatt nem néztük meg, akkor azt hittem, hogy lesz időm. Na mindegy, oké. Ezt neked külön meg fogjuk nézni, Évi. Évének azért van ez az előnye, mert ő, ha kimondhatom, ő rengeteg tanfolyamokat végez. Igen, ő mert tanfolyamokat végez nálunk. Tehát, és azoknak az embereknek, akik tanfolyamokat végeznek nálunk, minimum ennyivel kedvezünk. Én is vissza akartam írni a barátaimnak, de okay, magad felé fordítod, ha te szeretnél. Jó. Úgy jó, egy kicsit rendezzük az asztalt. Átrendezés folyik, mindjárt itt a durran, meg csattam, meg stb. Úristen! Gyerekek! Hát ez nagyon vad le. Aha. Látszik egyáltalán a fülcsibá. Hát basszuskám. Eddig is nagy fejed. Nagyobb. Arcod nem lett nagyobb. Bár optikai, az arcadista műlomnak tűnik. Regnerak. Igen, nem és tudom. És igen, egyforma pálmás fülbevalónk van. Yes. Lehet innen vette spirituella izét. Mit? Hát a pálmás fülcsi. Meg neki nagyon... Oké, még nem beszéltem vele úgy nagyon sokat, de párszor azért öntöttük egymásnak a szívünket, és nem fogom itt elmondani a dolgokat. Amúgy meg jó embernek tartom. Na... Majd te beleragad egy bogár, az életben nem jön ki. Te! Atya Isten, atya gyakorlatja, atya. És itt hallítok a fényerőn. Kicsit gyengébbre, nem? Tehát ilyen, és nekem is kisütöttem el szememet. Jó, oké. Tehát 100 koin a jóslás.
egy kérdés, de lehet egyébként azt is kérni, hogy univerzum üzenete. Igen, magamhoz veszem a rúnáim, már itt vannak a rúnáim. De például... Nekem meg ugye nem mutattam, de itt van az ingám. Lehozom gyorsba az izémet, a pohárral átétemet, meg pár reklámképet. Féltek? Megvannak, hogy hol vannak, ez egy fél másodás szét is vagyok. Így jó, meg szerintem a varázslót is hoz már le, a palacból. Ja, tudom. Úgy is lehet mondani. Na oké, tehát én most nem fogom a kamerát még egyszer forgatni, tehát itt vagyok, a hangomat halljátok, rektus, és mindjárt meg fog vissza-vissza jön. Tehát lényeg az, hogy tényleg aki kérdezne, szeretne, az még van neki bőven ideje, hogy feltegye a kérdést, és akkor válaszolni fogunk erre. 100 coin, az összes bevétel a Cicamica segítőnek megy. Facebookon megtaláljátok őket. Jó. Úgy is lehet adni, aki nem kér érte jóslást, az írja oda, hogy csak adakoztam, szeretnék ugye általatok a cicáknak adni. Ugye ezt el szoktuk mondani, ez is elfogadott. Ő lesz a harmadik merhelyeknek küldünk. A teljes élő adás valószínűleg ma vagy, de legkésőbb holnap már a YouTube-on megtekinthető lesz. A lájkokat is várjuk és kérjük tőletek. Oké, itt vagyok, drágáim. Azt a élet! Nem baj, nem baj, nem baj. Nem hagyjad, baj. Akkor hagyd az üvegnél kiállítva. Jó. Így is jó nekem a fény. Így. Oké. Okay. Azt a élet! Három van belőled, egy is. Lehoztam a füstölőt, hogy kérted, anya. Köszönöm szépen. Szívesen. Illetve ezt nem úrról rendeltem. Műanyag van benne, de... Még nem védettem le, de... Lefogom úgy, hogy na, azt mondom. Illetve nagyon sok minden már le van egyébként védetve nálunk, nagyon sokba kerül. Ezt át fogom alakítani valódi ásványnál, és fogok én is ilyen kis spelljárokat csinálni nektek, hiszen imádjátok, imádtátok annak idején is. Volt egy másik ötletünk, amit sajnos más megvalósítottunk. Nem abban a formában. De még nem abban a formában. Ne is mondd ki, mert de szeretbe szívni mindent. Nem mondom mindent. Ki. Van ugye könyvelünk is, nekünk is, sok mindenünk. Pirogat egy ügyfélből lett nagyon jó barát, ilyen is van. Így van. Felveszek még egy labradori társlányt. Aksa. Teljes legyen a kép, meg felvettem pár ásványkarkötőmet. Az egyik például a boszorkány erőhívó karkötőm. Ez egy nagyon régi szimbólumom, saját szimbólumot is rá tudunk tenni, ha mondjuk neked van egy régi családi gyerekjéd. Mondjuk szeretnél látni egy ezüstizét, nem fogod viszont látni az én eladásba, mert ilyen nincs nálunk. Tehát itt, ha kell, akkor vételi szerződést írunk, hogy te beküldted a karkötőbe, és akkor aláírjuk, tanul meg ilyenek. Mit? Mit? Hogyha mondjuk valaki saját amulettet szeretne rátenni a karkötőjére, fogok nem csak ilyen ásványfűzött karkötőt is csinálni, csak azt újra meg kell tanuljam azt a technikát, mert rég használtam. Illetve egyik ügyfelem is felhívta a figyelmet, hogy neki mondjuk lehet, hogy jobb lenne úgy megcsinálva. Amit eddig is rendeltetek már tőlünk, ő például az én kis rúnás pohárral átétem, pár hasonló megjelent TikTokon, annyi, hogy ez lézergravírozott, viszont egyedi szimbólumokkal dolgozik, tehát hiteles az illető, aki ezt csinálja. Valószínű lesz majd vele együttműködésem, lényegében az, hogy mint tudom én, megtalálkozunk valahol, és akkor leülünk beszélgetni, és közben pár videót csinálunk, és itt a lényeg az, hogy itt van ugye az éjszakai háttér, ezt mind saját kezőleg én festettem rá, és itt ugye a rúna forgó, hogy átmegy nappalba. Ez több mint egy éves körülbelül, ezt már láthattátok a korábbi videókban is, nagyon jó bírja a strapát, tehát én egy éve folyamatosan használom, le van ugye lakkolva, tehát bírja. Mindig pohár van alatta. Lakkozva? Igen, vízállóval le van lakkolva, hogy a festmény bírja. Meg, ez most, sorry, mert biztos mutattuk, láttátok, ő, ami tehát a mágia bögrénk, hogy is lehetne mondani, a mágia bögre. De akinek nagy lenne egy ilyen pohárra láttét, no parazóna, ezt a szimbólumot biztos, hogy láthattátok már, átkaptam a tükrözést, mert engem zavar.
Na, ő például egy nagyon erős védelmi szimbólumom, ezt már nagyon régóta, hát tavaly töltöttem fel szerintem róla a fényképet, ő egy nagyon erős védelmi amulett, egy tényleg egy védelmi, azt hiszem, hogy ez szerepel a védelmi dobozon, vagy nagyon hasonló, mindegy, hogy másoknak is ugye lehet ugyanilyen runa szimbólum, én ebből soha nem csináltam ügyet egyébként. Tehát nagyon sokan megvádoltak azzal ok nélkül, hogyha valaki más rúnázik, úristen, ne csinálja senki, mert meg akkor lehúrogom, meg akkor egybe elkezdenek másolni. Nem, Nem, ez nem nem az a igaz. baj. A hiteles embereket igenis elismerem, és igenis kedvelem hiteles embereket. Szívem, lelkem rajta. Na, És ezt itt nem azért mutatom elmondjuk meg, még és nem egyszer, azért mondom nem el. az a baj, hogy elkezdte a rónákat használni, hanem az a baj, hogy 2 éve még fogalma sem volt arról, hogy mi a róna, hogy De ez nem működik. ugyanaz az illető. Mindegy, csak megkapta a beavatást elmileg álmába, de fogalma sincs meg a rónákat, egyáltalán nem ismeri, és Reginától akart tanulni, és valakinek nemet mondunk. Valakinek nemet mondunk a tanításra. Ilyen is van. Ezt el kell fogadni. És utána jön azzal, hogy konkrétan nagy volt ennél az embernél, mert több ilyen van, és Nagyon már sok összekeveredik lehúzott. van benne. De Nagyon sok izért, hogy fú, nem tud semmit, kislány, rossz fejtél rúnák nevét, mit tudom én mi. nem, azt lehet, hogy egy-két rúnának a nevét nem jól ejtjük ki. Majd megtanulom. Igen. Viszont Egyébként ez abból is kifolyólag lehet, hogy az S meg a C betűt nem jól mondom, mert sokszor hátrózom a nyelvemet. És lehet, hogy emiatt halljátok félre. igen, ez is elképzelhető, illetve lehet, hogy más hangzóknál is ez van. Egyébként ez egy védekezési mechanizmus, amikor a nyelvet hátrahúzod, Igen. hogy Nem visszahúzod akarok magad. belemenni a múltamba. Térjünk át a jóslásra, gyorsan megmutogattam a termékeimet. Nő Igen. például egy nagyon erős szerelmi hívó is, illetve hogy a szerelemre legyen védelem is. Tehát kvázi lehet behelyettesítőnek is, hogyha mondjuk energiák bántanak téged, ugye benne van, hogy a sorsrúna, az ingúz, a tüske is benne van, akkor a gebórúna. Ebből így a Berkan annyira nem veszik elő, mert ugye itt nem húztam be a szárat, de olyan szimbólum is van, azt is meg tudom csinálni. Itt ugye látszik, hogy kézzel van, akkor nyilván úgy is tudom, hogy nem festem ki, vagy akkor csak szépen a fa látszik. Ez erre is van lehetőség. Ő ugye pirográffal bele van égetve. Szerintem egy nagyon jó kis szimbólum. Illetve nagyon régóta jól működő pohár letétem. Ennek az ára nem változott, ő még mindig 10 000 forintért érhető el. Azt hiszem, hogy tavaly is ennyiért tettem ki. Ezek a kisebbek pedig 3-5 000 forint között mozognak, attól függ, hogy mekkora amulett legyen. Kell-e még mellé pull comment? Plusz hangolás, áldás, személyre szabott dolgok. Plusz módon is meg tudjuk csinálni, ezt nyilván nem áruljuk el, sem pedig ugye a fényképeimnél sem mondom el, hogy mi lesz az a plusz dolog még benne. Mi van fordítva? Ami nem ismerjük a God of War-t. Nem valami játék. Nem a Legends of Legends, hanem valami telefonos vagy PC játék lehet. Nem baj. Ennek is kell lennie. Szép estét neked is. Én pedig, amit keresnék, egy gyors gyufusz, ami nem a pucikám, mert akkor meggyújtanám, vagy elkérdezem a füstölőt. Szép kis rózsaszín. Nem is tudom. Hát, gyufa! PlayStation játék? Nem ismerem, Tomi drágám. Biztos, hogy nagyon jó. Tudom, hogy nem ezzel kell meggyújtani Nem a bizony, gyertyát. csak a gyufánk nem maradt a pincébe. Vagy a kocsiba. Lehet, hogy kefíremmel együtt. Köszönöm. A kefirrel Köszönöm, együtt? drága angyalbaszi. Hát akkor ez már... Köszi. Egy kefir van a hűtőben. Van? Van. Oké, akkor meg újra menni a reggeli, mert szupi. Elkezdtem én chia magot Most fogja enni enni. a reggelit. Aha. Van csia magom, megtaláltad. Van, de holnap amúgy is megyek be a boltba, egyéb másokok miatt, Jól van. de Darázsért volt tételezzük fel, hogy ez egy gyufa.
És amúgy, hogy mutatom nektek valamelyik videóban, mint a csillagos égbolt borulna rá, úgy oltsátok le a gyertyát. Oké. Meggyújtom ezt a gyertyát. Köszönjük, Angyal Basszirektus nevében is. Köszönöm, drága. Én füstölőt szoktam gyertyáról is gyújtani. Nyilván, hogyha valaki nem azt érzi, hogy ne tegye úgy, ez mindenkinek szíve joga, ezek már ilyen tényleg apróságok. Ki hogyan, és miképpen szereti, hova tegyem, ahol nincs útban. Oda te teheted. Merje, rá akarom tenni még egy termékemet, megmutatom. Én visszatérnék, egy picit a teret adsz nekem egy kicsit, én visszatérnék erre a varázspohárra, erre a varázsbögrére. Ez azért jó, mert itt most nem látszik, mert tulajdonképpen ez hűhatására jön ki, de van másfajta is, ami egyébként is látszik rajta a fénykép. Nyilván a fényképet azt nem mi varázsoljuk a pohárra, viszont ebbe bele tudunk nektek építeni olyan rúna kombinációkat, ami személyre szabott, csak neked szól. Nagyon sokan kérték tőlünk holdrúna mágiát. Most a holdrúna mágiát bármire lehet hangolni, szerelem, siker, egészség, leválasztani valakit, stb. Tehát nagyon sok minden. Ebben nem is akarok így belemenni. És ezt mi összetudjuk kombinálni a holdruna mágiát a vízmágiával is. Hiszen a hold, minden, és a, minden, hold és a víz... Minden elemmel mágiázunk. Hiszen a hold és a víz vonzásban vannak egymással. Nem véletlen használjuk ki a holdnak ezt a teremtő erejét. És a holdruna mágiához természetesen kérésre és plusz díjért át szoktunk adni egy plusz mágiát, ami össze van az egész hangolva, amit te otthon tudsz magadnak csinálni, amit mi megtanítunk veled. Magyarul, amikor te befizetsz hozzánk egy holdrúna mágiára, burkoltan, rejtetten kapsz egy mágia képzést is. És ezt tudod használni, ott már csak annyit kell megtanulnod, hogyha rúnákkal dolgozol együtt, hogy... Azt mondom neked, ha megtanulsz a, megtanulod a rúnákat jól használni, megtanulod a rejkit jól használni, meg még pár dolgot hozzáveszel, onnantól kezdve életed irányítója vagy. Tehát lényeg az, hogy hozzátesszük ehhez, és akkor a vízmágiával, a holdruna mágiával bármit be tudsz teremteni az életedbe. Több technikája van ennek, azt szoktuk átadni, ami neked a legjobb. Van sutyorgós technika, van mormogós technika, van siba technika, fényképp, és soknál, mert mindenki látja, hogy most milyen fénykép van rajta, hogy minden mágiázik, na ezt is meg tudjuk oldani ezzel. Tehát akit érdekel van. Ilyen komoly szinten... Közben kérdeznek, és szeretnék válaszolni. Okay. Mindet én festettem, nagyon imádok festeni, háttérben is látszik pár munkám, nagyon régóta festek. Hát amióta megtanultam a tollat, hogy hogyan vegyem a kezembe. Azóta rajzolok, festek, tervezek. Ez például, azt hiszem, hogy ez akril. És van ilyen csillogós festmény, festék rajta, ezt emúról szoktam hozzávenni. Hát embereket is szoktam, bár embereket rég festettem. Mert az arccal a... hogy mondjam? Portré. Portréval. Annyira nem vagyok kivékülve. Tehát inkább, nem tanul technikát. Én inkább fantázia alapon festek, de aki látja a munkáimat, tudnék embereket festeni. Szia, Noémi, szia, drága! Tehát ez például gyönyörű. Még nem igazán. Hát volt, annak idején jártam rajzok körött. Volt, hogy én álltam modellt, vagy én rajzoltam modellt. Az nem az én világom, hogy én most úgy vigyek, és akkor valakit így lemásoljak, vagy rajzoljak. Én azt úgy nem tudom tisztán. Igen, ő a főnix madaram. Igen, tűzmadár. Picit pici. De teljesen jó. Kicsibe van. Viszont azt látom, hogy keresek olyat, aki kérdések jóslásra nem érkeztek hogy még be. Hogy válaszoljak már? No. Válaszolhatsz. Keresek olyat, aki le tudja festeni az esküvői képet, kreatív viszony. Köszönöm, Csicsovszki, drágám. Csicsovszki, bocsánat. Köszönöm, drágám. Igen. Viking Watsman, szia, drága. Igen. Én nagyon régóta festek, mondom, alapul szoktam venni a Pinterestet. De nem azért, mert nem onnan kopírozom. Valamikor tényleg a vonalakat, hogy hogyan
mert mivel tudok rajzolni, csak hogy mondjam, hogy ne bántsam meg magamat, egész egyszerűen elbizonytalanok sokszor, hogy jó rajz voltam, jó a vonal, és emiatt a saját magam munkáját az én kis buta gondolataim által lehúzom. Ez például egy macskás tűzdománcom, még nem volt időm rendesen lemosni őket, mert a tűzdománc örökké is elpusztíthatatlan. Illetve lesz majd egy olyan videó újra, ahol élőben is megmutatom a legelső tűzdománcomat és a legutolsómat. Hát a legutolsó az a legfájdalmasabb is, köszönöm szépen, drágáim, mivel sajnos elhunyt az a tűzdománc tanárom, akihez jártam, konkrétan vele nőttem föl, és egy tűzeset miatt még nem is igazán volt öt időm elgyászolni, most vagyok egyfajta gyász időszakban is benne vagyok. Köszönöm, drágáim. Csak azért akartam megszólni, mert szóltam, hogy csak 40-ig fogadjuk a kérdéseket. Lehet, tehát aki 40 után tesz fel a kérdést, szori, az már nem foglalkozunk vele. Oké, szeretnétek jóslás, Csiszemica a segítő oldalnak megy, de most nem vághatok be már képet, mint annak idején, mert nem izé. Igen, te is Piri vagy, majd rá fogok nézni az oldalra, de lehet, hogy már szembe jöttél velem. Igen, nagyon jó egyébként. Én is, te nem tudom, te mióta foglalkozol ezzel a gondolatot, mesélsz magadról a komment szekcióban, nyugodtan. Nyilván úgy a TikTok szavakat figyelembe véve, mert tudjuk, hogy mire ugrik. De hogy, ja, én konkrétan ebbe születtem bele. De ezt így szó szerint értsétek, mert amikor ugye anyukám elkezdett ezzel foglalkozni, tudat alatt én is elkezdtem ezt csinálni. Tehát ő rengetegszer volt, most nem tudom, hogy nem ezt kell görgessem, hogy ő éhezett és szédelgett a buszon. Tehát ő elkezdte magában mantrázni, hogy szeretem magam, és hogy mindig van pénzem. És akkor még nem hallott se Joe-ékról, sem pedig egy manifestáció szakértőről sem. A szeretem magamat, az később. Ez később volt? Uh-huh. Ott akkor még csak annyit, hogy mindig van pénzem. Abban a helyzetben, amikor konkrétan csak akkor evett, amikor hazahoztam az iskolából az ételt. Tehát nagyon kemény helyzetek voltak. Nem akarok folyamatosan előbeszélni. Okay. Jó párszor már elmondtuk. Bejelöllek. Mondjad? De jó, ennyi, hogy jó párszor, mert elmondtuk. Tehát okay, videóban bejelöllek. Is fölvállalom olyan sokszor, tényleg nem ezt akarjuk görgetni, nem ez a sztorink, csak rengeteget tanultunk belőle. Tehát nagyon sok, tehát 50 éves vagyok, majdnem. Nem látszik 23, rajta. 23, bocsi, örök 23, és tükrözve van a kamera. De így is szép vagy. De engem zavar. Igen, még egy picit látszik, hogy pár dolog nincs úgy helyén, de nem baj. Én vállalom. Nem sokára rendben lesz. Hát, ahogy ez időnk engedi meg, ahogy ez nálunk vérvonalból is ered. Most nem tudom, hogy hova tetted a fényképeket, a családi képeket. Köszönöm, Dinám, köszönöm, Tisapska, drágám. Nem tudom, én igen, nekünk több vérvonalból is ered, vagy lesz erről TikTok videó. Igen, anyalánya páros vagyunk, köszönöm, drága. Igen. Föl fogom tenni, azt is feltettem már itt a TikTokra, hogy miért vagyok boszorkány. El fogom nektek mondani egy videóban. Igen. Köszönöm, drágáim. Igen. Meg hogy honnan jött ez az egész, meg hogy miért. Tehát a boszorkány, az tudja, tehát vagy vérvonalból jön, vagy négyféle módon tanulja, az elvileg. Vagy egy haldokló boszorkány átadja a tudását. Több-több módon is van, aki autodidakta módon megtanulja, azzal is teljesen rendben van. Igen, visszanézhető az élőadás, kedves Irennek a szanemdinum. Tehát valaki ezt megtanulja, és kiműveli magát, mert az alapképesség ott van mindenkiben. És nyugodtan írjátok le, baszik, hogy ti ezt hogy gondoljátok, de az alap az mindenkiben ott van. Csak ezt valaki elnyomja, vagy valaki kevésbé empeta, és emiatt nem tudja, nem tudja ezt manifestálni, és kihozni magából. Köszönöm a bókot. Drága. Igen. Igen, nagyon fiatalos. Nem tudom, hogy köszönjek, csókolom idősebb nálunk. Rengeteg siker és lehetőség vagyok. Van bennetek. Én 23. Köszönjük szépen. Köszi, drága, igen. Főleg amióta, apá, egy bogár repült a hajamba, azóta én megvilágosodtam. És 20 pénz, és soha nem féltem a bogaraktól.
Tehát volt, hogy amikor mondta, lányok ugye ízéltek, hogy hú, bagár, meg tudom én velük mi? Játszott. Én mondtam a fiúnak, hogy tedd bele a hajamba, nem félek. És már akkor is vonzott engem a természetnek a szeretete, hiszen egy boszi, nem azt mondom, hogy nem félhet, vagy irtózhat dolgoktól, mert neki is ember, neki is van karma, neki is van előző élet, neki is lehet trauma, bár a bosszinak egyébként dolga kioldani magából, de hogyha valami módon erre nem képes, azzal sincsen semmi baj az égvilágon. Valaki a traumájával teljes, ilyen is van, el tudja fogadni. Ez nem hiányosság, ez nem baj, én nem izéből mondom, ezt tudjátok. Én például annak idején, amikor hat éves voltam, és elkezdtem ugye az első osztály. És akkor elversz a virgácsoddal? Én a pókokat dobáltam a lányokra, sorry. Köszönöm. Nem rossz volt, csak igen, pávás. Igen. Igen, rengeteg sikeres lehetőség van bennetek. Köszi, drága. Én, mikor már így születtem, érzékeltem az elhunytakat, utána jött az idős nő, mutatta nekem közel ismerős, meg mamám is csinálta. Igen, a legjobb az, amikor tényleg családból is jön. Tehát valakinek vagy az anyukája bosszi, vagy az apukája varázsló, vagy a mama felmenő. Igen, tehát nekem például ez anyai ágról jön. Mamai, és... apai ágról nem tudom. Biztos, hogy van ott is, ha leülnék egyszer. Ja igen, neked anyai ágról jön, bocsánat. Nekem mindkettő részről. Anyairól is, és apairól is. Igen. Igen, nem baj, ha valaki nem tanulta ezt, mert nekem is nagyon sok dolog úgy manifesztálódott le, hogy nem tanultam, aztán pedig utána olvastam, utána tanultam, mert sok embernek ugye nehéz volt úgy átadni saját szavaimmal, és sok embernek kell a szakszó. Most, nekem is ez a bajom egyébként. Most elkezdeném hogy... mondani, hogy morfogenetikus teretbe érzékelek egy jelenséget például. És én is inkább körbeírom, és akkor azt mondják, hogy ez, hát mondom, én nem akarom ráhúzni, hogy én, hogy az-az, de igen, ha te úgy érzékeled, akkor az-az. Ha az-az, akkor az. De beszéljünk erről, kedves Noém, privátban. Itt most nem akarom azt, hogy mit érzek, mit nem, egy ilyen kis képből, ezt nehéz megállapítanom. Összetudunk hozni egy beszélgetést, és akkor ott összetudnám hozni, egyébként tiszta energiák az érzek rajtad. Határozott vagy, az mindenféleképpen látszik, és stabil énképekkel rendelkezel. Tehát, de ez kell, hogy határozott legyen valaki. Ebből kisikamból nehéz. Igen, nehéz. Most... Csicsófixi, mert párszor szembe jött velem TikTokon, talán követem is. Nem tudok róla, hogy én nem ismerem őt, úgyhogy én nem tudom. Én... Bekövetem. Lehet, hogy eddig még nem követtem. De neki például nagyon kis vörös haja van. Fekete a hajam vörös, itt ugye egy kis kék ikon van, hogy hajúnő, jött egy kék hajú lány, álmodtam, vagy igaz talán. Axi, viszont 5 percünk maradt jósolni, nem, ha még szeretnétek. Nem, csak hogyha kérdést akartok föltenni, az 40-ig érkezzem be, mert azt nem akarom, hogy évfél után túlmenjünk, mert mondtam, hogy van utána is még dolgunk. Igen. Nem baj, ha nem kérdeztek. Igen, ez egy ilyen adás, nem baj. Mi csúsztunk be nagyon sokat, ezt vállaljuk, de nem tehetünk a darázsinvázióról. Illetve addig gyorsan ajánlanék pár mágiámat, amit már kiraktam. Igaz, hogy ez egy 10 perces lett. Igen, rendes vagy, nagyon drágám. Ez egy 10 perces videó lett. Na most itt nem a fukszáimmal, a pénzéimmel akarok nektek. Na, verem ajánlomat, hogy van pénzem. Hanem egész egyszerűen mágiáztunk. Itt például ez egy euró. Van zlotyim is. Itt például védelmi szimbólumot tettem rá, és tudom, hogy nem látszik pár helyen, ugye a fény miatt, így majd befotózva egy rövid egyperces mágia videó is fent lesz. Igen. Szeretnék egy kérdést feltenni, babát? Babát 2, másodikat láttok nekem is. Babát itt nem nézek, privátban azt is. Itt nem szeretek olyat nézni, ami túl, hogy is mondjam, túl privát. Igen. Ezt itt nem, privátban megnézem neked. Mert akár jöhetnek olyan válaszok, ami fals, ami nem, vagy ami túl személyes. Igen. Pedig kiraktam, hogy ez 1000 euró. Ez is egy tök jó mágia nektek. Itt lényegében a szokásos berkana és fehu van. Ugye tudjuk, hogy a fehu az egy nagyon jó pénzvonzó rúna, de egyszeri
szerencsét hoz. Ha szeretnétek a pénzt folyamatosan növelni, akkor tegyétek elé a berkanát. Ha pedig a vuncsót... folyamatosan át kell rajzolni. Igen, tehát újra és újra megújítani. Mindig. Erről előfizetői tartalomban fogok egy hosszas videót hozni. Viszont az is megoldsz, hogyha valaki nem ide akar, hanem privát számlál, és akkor úgy kérre oda számlát, bármi, akkor YouTube-ra felteszem, itt linken megtekinthető lesz. Erről beszéltem egy illetővel, vele majd ezt meg fogom beszélni, illetve küldök neki egy ajándékot. Aki most egyébként itt jósoltatna, és akkor több mindent megnézetne velünk, a 5-től 11-ig a becsületkasztás jóslás ott lesz, tehát lehet jelentkezni, tehát ez is úgy néz ki, hogy bejelentkezel, megbeszéljük az időpontot, átutalsz, amennyit átutalsz. Igen. Az anyagi, figyelj, nagyon egyszerű mágia. Nem baj, ha nincsen mindenkinek különleges pénzérméje, hiszen nem az az alap, nekem ez bevált. Én mindig ugye azt mondom el nektek, abban megégetett a füstölő, ami nekem bevált. Itt közben izélek, keresem a kis pénzes ládámat, nem adom egy láda. Két bocsét kezdve hajolok, meg mit tudom én, micsoda. Igen, privátban nyugodtan vegyétek a kapcsolatot. Kérek rá virtuális puszit. Köszönöm, drága anyukám. Oké, na például ezt a 100-ast, de egy illetőnek nagyon megtetszett, hogy találtam egy ilyen 100-as élményt, hogy adta ki az automata. Ráadásul az önkiszolgáló kasszában, amikor csak lehet, én ott vásárolok. Régészeti feltárásra vettem részt, ott vikingek és duridák története volt a feltárás. Hogy de jó! Wow! Na, ilyen helyre el kell menjek. Annak idején is ezt keresőztem, bár ezt én nem mondhatom itt kimről, ugye nem runálkoznám ilyet. Nagyon egyszerű, drága a rúna. Azt érzem, hogy neked egyszerű lenne. Hiszen ugye vannak képességeid. Ugye 24-25 rúna van, ez vitatott. Valaki elismeri az üres sors rúnáját, valaki pedig nem. Én elfogadom... És nem aki... a futhark szerint adjuk át, hanem van egy beavató sorrend. Itt van egyébként egy, ez az Arkádia fényes spirituális egyháza tulajdonát képzi minden jogban. Itt van egy rövid leírás róluk. Valamikor is átfogalmazva használok belőle. Médiumként közvetítettél? Uh-huh. Szerintem igen. De az nem baj, ha nem a szakszót mondod a rúnákról. Hiszen nem vagyunk ennyire vehemensek, hogy fú, most akkor a könyvtári lexikális tudást kell mondani, mert ez nem erről szól. Pár dologra felszettem hívni a baszik figyelmet, hogy például, amikor rúnákkal írjuk, az jobbról balra van, ahogy... Balról jobbra. Nem. A balról balra, igen, te mondtad, jó. A balról jobbra a latin írás. Jó van, összekevertem az irányzékot. Igen, igazad van. Jó van, bocsi. Oké. Okay. Ezt lefotózom, mert ezt lehet, hogy ennek utána fogok majd kérdezni a viking feltárás, hiszen ez egy nagyon jó dolog. Én is voltam úgy F-keresőzni, ott arról nem nagyon beszéltek, ott találtunk egyébként pár pénzémért, de igen. Hogy tudok milyen merebb anyagiakhoz fordulni? Magamnak, mintha másabb lenne. Igen, ez egy magadnak általában nehezebb. És most ez nem azért, mert ez egy hitrendszer, vagy de hitrendszer, drágáim. Hitrendszer. Na itt van például 23-as kiadás, azt hiszem. Itt például azt hiszem, hogy egy szarvas már sólyom van. Tükrözi a izé. De mindegy. Ebből a pénzérméből kettő van, elég sokáig vadáztam az illetőnek, hogy meglegyem. De mivel ő volt a legelső előfizető, így megjutalmazom azzal, hogy most remélem, hogy nincs itt a live-ba. Nem mondd el. Igen. Nem mondom el. Oké. Ha én nem nyújtok semmihez, szerintem nektek biztos állam lett volna. Igen. Képeket, amiket láttam, történetéből kell beszélni, igen. Ja, én nem nyúltam semmi, szerintem nektek biztosan állam lett volna, igen. Nem is baj az, hogyha valaki elvisz onnan, de egyébként meg
valaminek a múzeumban van a helye, mert közkincs. Ezzel én egyet tudok érteni, viszont hogy valaki, mit tudom én, megtalál valamit önrészre, én például pénzérméket gyűjtök, van itt egy ilyen kicsi ládikám, de úgy vagyok vele, hogy amit most meg tudok magamnak csinálni, vagy megtudom a Temuról, vagy bárhonnan önrészre venni, mert Temunom azt számít, hogy azt nem bírom továbbadni, de ja. De mondjuk hasonlót miért ne alkothatnék? Például meg tudom magamnak csinálni a rúnákat. Igen. Igen. Oké, picit éljünk ki az anyagiakkal, hogy hogyan tudtak pénzt vonzani, és akkor ez lesz ugye a záró rész. Igen. Például milyen anyagi blokkjaid vannak? Én ugye nagyon szeretem mind a mágiát, mint mindent a manifestáció részről is megközelíteni. Hiszen alapja mindennek az, hogy mennyire vagyunk önmagunkkal rendben. Milyen hitrendszereid vannak? Például mit mondasz magadnak? A pénz könnyedén áramlik hozzád? Tehát a pénz könnyedén áramlik hozzád? Bocsánat, csak tisztulok. Vagy pedig azt mondod, hogy a pénzért nagyon könnyen meg kell dolgozom, nagyon könnyen meg kell dolgozom. Na, a saját hitrendszereimet mondom, hogy a pénzért könnyen jön hozzám. Na, átformálok, Rexus. Tanácsozat. Tehát, hogyha például azt mondod, hogy a pénz nehezen jön hozzád, a pénzért meg kell küzdened, akkor tolod. Vagy ha azt mondod, hogy a pénz könnyen jön, de könnyen, meg negatív hitrendszer. Vagy akár egy olyan hitrendszer, hogy a gazdagok igen. Rossz emberek. Miért? A gazdagok miért lennének rossz emberek? Ez mind-mind, ez egy olyan jól igen. Felépített, igen. Amit szülőktől innen-onnan hallottunk, igen. És akkor na ez vitt tovább. Például vannak olyan jósok, akik megkérik a árát. Vagy a pénznek és szaga nincs, van. És akkor én mi van? Én szeretem a pénz illatát. Na, és akkor mi van, hogyha egy jósnő idézőjelben drágább? Nincs abba semmi. Ez egy luxus szolgáltatás egyébként. Ezt egy nagyon pár ember megfogalmazta, most abban nincsen semmi. Most mindenki a maga dolga szerint, hogyha valaki ajánl fel dolgokat megteszi, ha nem, akkor nem. Valaki szintén kollektív videóba segít, hogy például kívánj egy gyertyalángjánál, ezt ugye pont Csövszkinál láttam, hogy az is egy nagyon jó dolog. Én hasonlót közvetítek a Reikivel. És igen, igen mert ez egy ilyen dolog. Igen, mert mágiánknál is egy hasonló persze, dolog van. Hiszen ez kollektív. Mert egyszerűen nem tudsz, tehát ha a gravitációt akarod leírni, magyarázni, nem tudsz beszélni a mit tudom én, halacskákról. Bármi másról. Igen. Abban okay. Az összefüggésében nyilván meg lehet úgy is közelíteni, de értitek, tehát igen, rejkizek. Én 11 éves korom óta rejkizek. Igen, tehát több mint 10 éve, 23 éves leszek. Öregszem, anya, öregszem. Vannak ráncaim? Igen. Be van zöldülve a szemem, gyerekek. Változások lesznek. Én is szeretnél letenni hivatalosan is. Na most, hogy a rejkéről tudunk adni a levelet, illetve hogy a számlaképesek is vagyunk, nagyon sok helyen fújják azt, hogy a rejkéhez kell a természetgyógyászat. Mi független rejktanárok vagyunk. Nem, tehát nem a természetgyógyászatot mondják hozzá, hanem azt, hogy bioenergetikai vizsgád legyen. Nos, a bioenergetikáinak nincs köze a rejkéhez. Tehát nem bioenergiával dolgozol, hanem a kvantum térből hívod. A rúnákról le. Tudunk ugye oklevelet adni a nagy tanfolyamról. A rúnákról is tudunk, tehát a saját okleveinket tudjuk átadni. A rejkinél más a helyzet, mert még független égi tanárokként tudunk adni oklevelet. Igen. Ugye, mivel egyéni vállalkozó vagyunk. Így van. Tehát ez akkor lesz, tehát ezek papírok, nyilván papírok. Tőlünk például még senki nem küldte, papír, de meg lehet oszoldani. Megmondom nektek őszintén, ha tőlem bárki kérni igen. Azt, hogy a rejkéről hol van a oklevelem, nem tudnám, ott van, még mai napig a bíróságon van. Majd ki kell már kérni azokat. Valamikor ott, tehát nem tudom felmutatni. Talán egy vagy két ennyi. Ember kérte. De soha senki nem kérte, és nem a papíron múlik. Természetesen állítunk ki oklevelet, mert ez egy nagyon szép emlék, ennyi emlék. De segít, tehát de elfogadják, mint hivatalosan. Nagyon jó energetikája van az oklevélnek egyébként. Igen. A róna oklevelünknek is, illetve a melyki oklevelünknek is, és a róna anyagot azt pedig úgy csinál, úgy állítottak össze, hogy amikor kinyomtatod magadnak, az a saját nevedre szól. Én nem sokára meg fogom csinálni, idézőjelben a saját rónaanyagomat, a saját ötleteimet beletéve, és az is át lesz majd adva.
Csak azt még tényleg meg kell még írjam, hiszen még ugye ez mind-mind egy projekt. És még ugye ebbe a projektbe dolgozok, nem tudom, hogy mikor lesz ez meg. Hogyha most lesz egybefüggően mondjuk egy hetem, akkor az alatt már sokat tudok haladni. Nyilván fogok hivatkozni a tanarainkra is. Plesu, 40-ig fogadtuk a kérdéseket, majd legközelebb gyere, vagy gyere a becsületkaszlásba. Ha nem hiszel benne, nem hiszel benne, az a te hitrendszered, mindegy. Tudunk beszélni gyorsan a jóslásról is. Általában ugye a jósokról mindig is voltak és lesznek itt, de ugye a rúna nem tartozik a legesmertebb jós eszközök közé. Honnan idézek? Gyerekek, nem tudok beszélni. Ezért szólok egyszer-egyszer, mert összefolynak a mondataid, a szavaid. Nagyon, tehát folyamatosan hadarsz. A weboldalunkról jött az idézet. Nem tartoznak a legismertebb jós eszközök közé. Kapcsolódsz, nem? Én tudatalattihoz már, a kollektív tudathoz is. Igen. Tehát nem szeretem... Kapcsolódok-e valakire? Nem tudom. Lehet. De szoktunk, jó, nagyon jó a kérdés, igen, szoktunk. Valamikor tudom úgy, hogy tudatosan megcsinálni, tehát ráhangolódok, igen, valamikor teljesen spontán jön, de valakihez nem tudok. És azt meg is, igen, mondom, hogy bocs, most nem fog menni, lehet, igen, hogy egy-két nap múlva, egy-két hét múlva megy, akkor lehet, hogy van. Volt, amikor halasztottam a jóslást, mert igen, nem tudtam az illetőre rácsatlakozni. Ilyen is van. Volt, hogy megkértem azt, hogy bocsán, arra gulj, vagy visszautalom a pénzt, vagy még várunk, mert így nem, tehát így nem. Van ilyen. Van, amikor én is elakadok. De akkor nem is... Nem, vagy valamikor olyan blokkoló energiák vannak. Igen. És amikor most nem akarok senkit, meg nem kutatunk senkinek a pénztárcájába, ha mondjuk kifizetett nekünk egy fél órás, vagy egy órás sorselemzés, és még nekem előtte, hogy neki hogy jósolni tudjak, le kéne őt tisztítanom, ez az amaz, vagy elmegy az ő idejéből. Vagy előzetesen mondjuk. Vagy előzetesen. Praktikákat. Ilyen is van, amikor érezzük azt, hogy mondjuk valami akad az energia, nem úgy jön, és mondjuk szallagot húznak. Nekem is volt az, hogy kijött mondjuk a pertorúna, és teljesen más rúnáról kezdtem el beszélni. Aztán elkezdi mondani, igen, családi tróma, minden, igen, mondom, ez nem is az a rúna. És akkor rájövök, hogy baszki, beleírta a sorsodba dolgokat, nekem ezért jött ez a szó rá. Mert ilyen is van. Tehát segítenek. Tehát valaki, aki személyesen jön, fél, vagy online jön, rúnát. Valamikor ugye fel is veheti önmagának a jóslást, ugye. Ez egy csatorna vagyunk ilyenkor, nem tudjuk ugyanúgy visszamondani. Most, amikor jóslás közben ugye leírom, ugye általában leszoktam jegyzetelni ugye kihúzott dolgokat, hol van már például csak egyet, így gyorsan megmutatva. Tehát én mindig gyorsan lefirkálom, és akkor úgy. Mert nem azért, mert egyszerűen valamikor nem jegyzem meg. Visszaadom a szót. Jó. Tehát persze, szia, drága! Tehát most azért akar jósoltatni, mert egy nevetést megér neki. Hát gyere nevetni akkor! Ennyi erővel adakozhatna az éknek, az állatmenhelynek. Mindegy, hagyjad. Tisztelt próba, elköszönünk, úgyhogy lassan készül. Nem tudom, hogy Lórend itt van-e még velünk. Itt van. Mert ugye ő szokta kihúzni a napi üzenetet. Darázs nincs a rúnák között. Szia, nekem egy kérdésem lenni, mit jelent a jóslás? Erről már válaszoltunk, nézd vissza az élőadást. Egyébként röviden több dologból épül fel, például az egyik ilyen dolog, csak ismertetésképp, hogy letisztázz és nyugodtabb, lassabb hangon elmondjam, például amikor jóslunk és rácsatornázunk, ráhangolódunk egy adott személyre, akkor lényegében ugye mi szavunk járásával, de volt már olyan jóslás közben, hogy egy az egyben azokat a szavakat mondtuk ki, ahogy vagy az illetőnek az ismerőse bárkié beszél, akiről volt egy kérdés. Csak így nézd, hogy ez az ő szavajárása, honnan tudod? Figyelsz minket? Ott vagy? Volt barátnőm, akinek jósoltam, megkérdezte, hogy ott vagy a hálószobámba?
az én barátnőm... Ilyen a jóslás. Csak azért jóslott be, ugye Reginának is közben a barátnője. Igen, kapcsolódunk. Igen, ez az ilyen. Így van. Meg van egy ZB nevű hölgy, aki le akart azt védetni, hogy a jóslásnál, hogy ugye a múlt is elmondja. Hát ez az alap. Egy jósnő ott magyarul azt akarta kihozni az egészből, hogy csak ő beszélhet a múltról. Édes Istenem! Tehát nevetséges. Tehát meg amikor olyan szófordulatot le akarok védeni, hogy ez Isten, Isten hozott, meg le akarom védeni a Disney idézeteket. A Disney idézeteket egy ember levédeti, értitek? Nem azt, hanem, hogy, hogy ezt ő létrehozott hozza. Az, hogy Disney kvízjáték az magyarul. Az idézeteket is le akarta védeni. Azt is le akarta? Persze. Amit a Disneybe írnak ki. Igen. Ezt nem tudtam. Hát ezért keresett meg téged annak idején, amikor mentünk a olajcserére. Hogy egyeztessetek előtte. Nem, az volt, hogy ő elkezdett, hogy a Disney mesékről én posztokat kirakni, motivációs jelleg, mert semmi baj nincsen, de én már nem rakhatok ki a Szilajról, vagy bármiről. Még hasonlót se. De tök mindegy, az az idézet, akkor is Disney-től amit ő megcsinált, van egy Disney kvízjáték, hogy nagyon régóta vannak ilyen Disney kvízjáték, hogy énekel tovább, az bármi YouTube-on a beírod, kiad egy csomót, de hogy azt találta ki, hogy Disney képkockák alapján annyi különbséggel, hogy ő ezt AI-ba szerkeszi meg, talált ki, melyik Disney meséről van szó. Tele van ezzel a Google kvízjátékok sorozata. És ilyet nem tudsz levédetni. Igen, ez már diszkrimináció, így van. Tehát ez egy olyan dolog, hogy most azt mondom, hogy ne fessé rúnákba képet. Vagy annak képen rúnát. Nem mondhatom ezt. Attól, hogy ezt én kezdtem el csinálni, bár nem állítom azt, hogy nincs ilyen nem külföldön. Nem festhetsz a szerelemről képet, meg nem írsz a szerelemről verset, mert az az én nevemhez fűződik. Hát bárki csinálhat hasonlót, Isten, hát nem fogom levenni a fejét. Most ez olyan dolog, mindjárt megmutatom az kis amulettemet, hogy, amit hogy értsétek a lényegét ennek, mert ebből indult el egyébként, amit a videónak az elején elkezdtem, az egész vita ebből indult. Na én például megvettem egy ilyen lézergravírozott kis amulettet, és most nem fogom megpusztani, mert ugye rúzs van rajtam, de imádom. Gyönyörű. Attól, hogy más a stílus, nyilván más imádom. Egy lézergravírozott, mert ott ugye a gép dolgozik, meg más az, ami manuálisan készült, tehát teljes köszönöm, egészében igen. Kézműves. Mindenki egyedi. Teljes van. Egészében kézműves munka. És az benne a legszupibb, hogy itt még körülötte is vannak ilyen forgó rúnák. Vedd nála kérlek szépen ott a holdrúna izé, oda van kitéve egy kis kerek kör. Jaj. Még azt az egyet megmutatom, igen. Baszki, erre gondolsz? Ez ő lesz az? Ő az. Aha. Igaz, hogy ez még egy nagyon kezdetleges dolog, amit megmutatok nektek. Itt még, hogy gyakoroltam. Eleje a gyakorlás része volt. Kettő éves vagy egy másfél több. Régi. De például nekem úgy fértek ki a rúnák, hogy körbe. Itt látszik egy picit, hogy elizéltem. Tehát igen, tehát ez még egy gyakorló korom volt. De hol rúna mágia? Ez ott is meg kell szokni, tehát hozzá kell szokni. Itt van szinte a hármas volt. Átformálva. Igen. Főleg, hogy a te gondolatod, emiatt is a te energiád. Igen. Én abban nem fogok senkinek sem izélni, hogy más is csinál hasonlót. Nincs abban semmi. Hát akkor annak idején több ezer év a vikingek is hordtak amuletteket, mind lánc, minden formájában. Persze. Hát akit érdekel, hogy konkrétan pontosan miről van szó, fellesztéve az egész adás vágatlanul a YouTube-ra, ott a elején én beszélek, az én szép orcoskájámat tudjátok nézni, és elmondom hogy végül is, hogy mi ez az egész, hogy miért tettem ki azt a videót, amit ma megosztottam veletek, meg egy, tehát ott elmondok mindent, nem akarom ismételni magamat. Akit érdekel visszanézni, nem mérem a tükrözést, vidd el a kamerát. Jó van. Már bocsánat, de egyszerűen nincs. Mert tényleg nem akarok erről beszélni, meg teret adni neki, de az egész ott indult el. Hagyjuk akkor. Csak egy fél stop. Percben elmondom, hogy én szoktam bejárni kínaiba, szerencsésütiket szoktam venni, és ezt kitettem TikTokra, hogy na,
Akkor válasz a pont három annál barátnőmnél voltunk, akinek Regina jósolt. Igen. Én pont azért és nem jósztok már neki, mert és úgy tette ki, hogy újdonság. Most nem várom el senkit, hogy jelöljön meg benne, mert nem én találtam fel a szerencsés teményeket. De akkor ne úgy tegye már ki, mint ő találta volna ki, amikor... Csak az, hogy megosztotta vele ezt, Regina elmondta, látta, és akkor Regina csak ezt kitette, hogy most szerintesítettünk, ő meg ezt az egészet meglovagolta, és föltette, hogy fú, most akkor igen. Én Jövő héten tudnánk, Naimi drágám, beszélni, fogok írni, hogy mikor. Nekem általában a délutáni időpontok a jók. Mert hétfőn, holnap rejki tanfolyamunk lesz, az úgy este 7-8-ig biztos. Igen. Kedd vagy szerda az jó lehet. Pénteken meg már érkezik hozzánk egy vendégünk, aki két éjszakát marad, ő okay, péntektől egészen vasárnap estig. Tehát meg nagyon sok, tehát zsúfolt lesz a jövő hetünk is eléggé. Szia, Mustafám! Szia, drága! Jó! Lehet-e még kérdezni, hogyha átér a 100 érme, akkor én még bevállalom. Jó, de akkor nagyon gyorsan, igen. És csak neked. Igen, 100 érme a jóslás. Állatmenhelynek gyűjtünk a Csizemice alapítványnak. Eddig 800 forint van, illetve hogyha ki tud jönni a augusztus 15-ével utalja ki az előfizetői pénzt. Köszönöm, drága Dinum! Akkor olyan 4000 forint körül tudok még nekik adni, és akkor 5000 forint körül tudok adakozni. Ha addig még nem jön be több pénz, nyilván fogunk addig még élőadást hozni, az is lehet, hogy mit tudom én, 2005 ide, 2005 oda, majd ezt még kitaláljuk. De jobb az, hogyha egy beárkezik, nagyobb összeg, nagyobb, hát magunkhoz miért ennyit tudunk, jelenleg ennyit tudok így félretenni, rászentelni. De nagyon régóta megvan lesz az... olyan is, hogy a saját, mégis ez is a saját magyarunk azt adjuk tovább. Csak úgy vigyek fele, hogy lehet erre a célra is. Bármi másra tudnánk egyébként ezt is fordítani. Bármi másra. Mert ugye volt egy tűzeset, ugye december 1-én az összes konyhai eszközünket újra kell. A legutolsó fakanálig mindent újra kell vennünk. Meg mindent is, tehát ami a konyhába kell, köszönöm, drága. Az mindent, okay. Polcokat, nézem a kérdésedet. Tudnánk hova tenni a pénzt, de... Oké, okay, küldte a kézben tartott szívet, nézem a kérdésedet. Írd le, kérlek, annyi a lényeg nálunk, hogy se a kezeid, se a lábaid ne keresztezzék egymást, és írd le a kérdésedet, és szóljál, mikor húzhatom ki rá a rúna szimbólumot, vagy pedig a Villás Béla féle tarot kártyát. Aztán pedig lassan elköszönjük, vagy pedig Inga is van. Ez az egy, és akkor zártuk is az adást, annyi, hogy meg Lóránt még húzunk az álmunkra. Van, akkor ugye azt mindig azzal szoktuk zárni az adásunkat, zárul Miki Mókatára. Mindjárt nem tudom, hogy érkezik-e tőle. Attila vagyok, beleszerettem egy lányba, annának hívják, lehet köztünk valami összejövünk. Oké, akkor egy szerelmi jóslás lesz. Itt van Lóránt, oké? Ansúz. Egy kis türelmedet kérjük. Ansúz. Szóljál, drága, amikor húzhatok, hogy Annával lesz közös utatok. Van-e reális esély arra, hogy ti szerelmi kapcsolatban legyetek egymással? Szóljál, kedves Attila, amikor húzhatom. Nekem a rúnák már közben megmutatták a választ. Mehet? Nekem nemet mutat. Neked is? Nem, nekem talán mutatott. Tehát nem mutatta azt, hogy nem, azt sem, hogy igen. Magyarázó rúnát kérek. Be vannak fagyasztva az állapotok, és a fordított man az, ami kijött, az itt lényegében az azt jelenti, hogy nem vagy teljesen rendben önmagaddal, és megpróbálom visszakeresni a rúna szimbólumot, de amikor ugye a mana az rúna kijön, hát felolvasok innen egy rövid
dolgot, egy picit átformálom, aztán el is köszönünk. Oké. Segít, hogy a kozmikus emberré válás útján, hogy felismerd benned rejlő végtelen csodát, a megnyilvánulás, a makrokozmosznak a megnyilvánulását, segít a harmonikus létben, felismerjük önmagunk részét, előhívja bennünk rejlő mágust, megvilágosodást, viszont ez fajta veszélytől is megúv minket és jelzi, a megvilágosodott bölcs ember rúnája, ki szeret játszani. Tehát lényegében az a lényeg, hogy tedd magad rendbe, hozd elő magadból, felszírázd legjobb énedet, és akkor fogsz tudni ezzel az Annával kapcsolódni. Tehát lényegében azt kéne, hogy rendbe rakd önmagadat. Igen, tehát mert amíg út kéne. Gyorsan még ezt elmondom, egy fél percben aztán elköszönünk, hogy a lényegében két kerekegész embernek a legjobb kapcsolódani, a nyilván nem elvárás. Mert nem lehet elvárás közé szorítani azt, hogy mindent smakkoljon az emberbe. Mert ritka az ilyen. De előfordulhat az is, hogy az emberek így is tudnak egymásra csatlakozni, és egy jó harmonikus kapcsolat jön ki. De ha az emberből tényleg a kör egy lapos kör, és egész egyszerűen nem elmennek egymás mellett, szia Deren, fogok neked írni, ha még nem túl késő, jó a holnap! Igen. Annyi, hogy anyám messengeréről fogtok beszélni. Anyám. Anyukám. Igen. Apukám, meg anyukám. Privátban megbeszéltük Noémit, nem fogok a gyerekre nézni. Átküldi neked, Regina, a én FB linkemet, és akkor velem leszel. Igen. Online. Mert nekem be kell ugranom pár szóra. Viszont lehet, hogy nem pont délben fogunk kezdeni, mert ugye akkor megy Reginának, most busszal megy be, hanem fél egy. Mert hogyha leszaladok addig, vele kocsival. Addig adok neked majd gyakorlatot, feladatot, hogy ráhangolódj. Majd azt én ezt átbeszélem vele, jó? Oké. Szia drága Timi, szia drágák! 39,3 fokos lázam van, nem hát a gyógyszer mit tegyek. Orvos? Köszönöm, drága Sziget, köszi. Lehet, hogy már érted korábban a nevedet. Át vagy Reiki. Most nem fogok se szornázni, de van fent sok kollektívre egy küldös videóm, illetve egy jelképes díj fejébe havi szinten küldök Reiki energiát. Reikivel vittem már a lázat. Figyelj, Lóránt, hol vagy? Húzzuk a mai nap üzenetét. Uh-huh. Jó? Aztán meg az álma közönetét. Írjon privátba, aki szeretné, és vele megbeszélem, az első 10 perc ingyenes. Hát ha félsz az orvostól, akkor ne menj orvoshoz. Figyelj, mi nem... Jelen van. Nem diagnosztizálunk, nem vagyunk orvosok. Meg nem így gyógyítunk. Köszönöm, hogy nézitek ezt belőlünk. De nem az van, hogy puk, puk, puk. Gyógyulj meg a Jóisten, mert évem lesz pedig, kész. Pedig van ilyen. Elmondom nektek, ezt a Géci Gábor mondja az egyik videójában, egy nőt kezelt, és már minden eszköz, hogy nem csődöt mondott neki, pedig egy olyan tiszta ember, és itt a Nógrád megyébe hoztál őt egy gyógyító asszonyhoz, és akkor... Texasulához? Nem igaz. Nem igaz. Egy idős nő ezt hozta el, és ezt érdemes ugye a Géci Gábornak, ugye még biztos fel van az a videója, hogy elmeséli, elhozta ide, és akkor beszélgettek, és akkor... Ide Nógrád megyébe? Rátette a kezét a fejére az asszonynak, és akkor Mária nevében kérlek, gyógyulj meg! Tehát ilyen jó nógráriasan elmondta neki. Most eddig nem úgy jött a számra a palóz, mint ott szokott egyébként. Nem mindegy. Hát igen, Mária nevében kérlek, gyógyulj meg! És meggyógyult. Van és ilyen akkor beszélgettek tovább, és akkor kérdezett tőle Géci Gábor, hogy oké, rendben van, és mikor fog gyógyítani? Hát az már rég megtörtént, mert túl vagyunk rajta. És hogy miért tud így gyógyítani az asszony, miért rendelkezik ilyen tiszta energiákkal, és ez a lényeg.
azért, mert az egész életét úgy élte, hogy senkinek nem nyalt be csontig, nem önazonos volt, amihez kedve volt, megtette, nem bántott meg másokat. Igen. Nagyon fontos, egy egyszerű magyar palóc asszony, és ennyi, rátette a kezét, meggyógyult a nő, és úgy emlékszek rá, hogy aki gyógyított, az Merrákos volt. Igen. És igen. Meggyógyult. Tudom, hogy régen te voltál már itt. Milyen fajta ásványban nyakláncod a mentén malachit? Egyik sem? Labradorit. Jó, oké. Akkor húzd ki, mert Ronan már jelzett. Oké, húzom, drágaim, aztán elköszönünk. Igen, az egy-két nagyon ősi energia. Igen. Nagyon jó vagy benne, látom. Holnap a Reiki tanfolyam után tudtok beszélni. Szupi, attól függ, hogy aki itt pont itt van egyébként ő is, akivel holnap tanfolyamunk lesz. Attól függ, hogy végzünk vele. Nem fog a tollam, nem fog a tollam, nem fog a tollam, drágáim. Nem bírok gondolattal. És akkor elmentem ide az agyamba. Na oké, húzzuk ki a mai, először a mai nap üzenete. Lórán, nyere ezt, hogy mikor lehet húzni. Szia, Dia! Diana, nem eszél, drágám! Sziasztok! Én is. Köszi, mehet a húzás, oké? Oké, drágám. Oké, jöhet, húzzad. A tiszafa. Uh-huh. Tehát a mai nap azt üzeni nektek, hogy nem... De, mondjad addig. A mai nap azt üzeni nektek, hogy akkor vagy a jelenben, ha az előző pillanat már halott számodra. Tehát magyarul akkor tudod megélni a mostot, hogyha nem a múltban vagy benne. És ugye az ugye nyílt titok, hogy a jövőnket hogy teremtjük, a mában teremtjük, a mosttal teremtjük a jövőnket. Uralkodó érzéseinkkel és gondolatainkkal. Ez mindenkinek jó? Szól ma. Tehát ez így mindenkinek szól. Nézzük az álmok üzenetét. Igen, már a holnap utára. Meg addig olvasd már fel az itt megjelent izéket, kommenteket. Itt van-e? Jaj, nem vagy hétbe egy-két ember promózza magát izébe, amíg normális, meg minden, addig én nem haragszok érte. Ő az Ehivaz. Szerintem mindet felolvastuk, ami okay. Olyan volt lényeges. Úgy nőnk, mint a házigazdés, mert igen. Jött ez a farónánk? Oké, okay. Nézzük az álom üzeneteket. Nem sokára, mivel új hold lesz. Fogom hozni YouTube-ra a kollektív jóslást, és hozom TikTokra is. Egy hét múlva. Lesz új hold. Előtte ki szeretném aki tenni. Aki szeretné a holdrúna mágiát, az most szóljon. Nem sokára jön a promóciós tartalom ez ügyben. Mert hogy péntekig, vagy hát péntek az már ugye lehet, hogy egy netesebb naplat teszünk, hogy nap lesz nekünk, mert ugye érkezik a vendégünk. Ettől függetlenül a holdrúna mágia nem fog elmaradni, tehát ezt mindenki úgy, aki jön és hozzánk, az tudja, hogy mi ez tűzön bizen keresztül bármi van, megcsináljuk, meg a ígéretünket mindig betartjuk, ez fontos, tehát, ja, köszönöm, tehát aki szeretné a holdrúna mágiát, köszönöm, bármire is, szerelemre, pénzre, egészségre, sikerre, bármire. Dinával nem sokára fogjuk hozni majd, hát először privátban elveszik a tarottot, hiszen nem sokára megy a Libribe és megveszi magának, úgy várom már, olyan izgatott vagyok, pedig bemutatom a pár tarott kártyámat. Ezt kérem még. Aztán jön az álomüzenet, ezt elköszönünk. Aki az alap, ő anyukámé volt, még most az a vé. Ő Villás Béla féltalat kártya, nagyon jó lapok. Az jelzött meg, mert kint volt hagyva sajnos a garázs, amikor költöztünk, majd erről később beszélünk. Mindegy. Egész hadsereg van körülötted, azt tudtátok, ugye? Valami bogarak, vagy emberekre célzol? Nagyon sok ember van. Most csak egyből szoktam itt magamnak lefotózni. Hát ember az van. Nagyon vikingek. Igen, az tök jó, igen. Azt érezzük. Na például ő a rúnás tarot. Gyönyörű.
Most nem a vegvizével, hanem a másik iránytű. Most nem ugrik be a neve, ne haragudjatok. Ilyen is van. Hát ezt a két nagyon durva, ezt nem merem mutatni, de... Na, ezt például megmerem mutatni. Bele vannak rejtve kapcsolt rúna szimbólumok. Na ezért ilyen jó, mert ha kijön ez nekem a gyorslásba, akkor én tudok mit kezdeni, lematarodt a első körben, mert ezt meg kell tanuljam. De a kapcsolt rúnákkal már tudok mit kezdeni. Duplán benne van a manaz. A manaz rúnán belül nem csak a két vunzsó néz egymással szemben, hanem az uruz is. Igen. Oké. Akkor még van két paklim. Gyorsan, hogy megmutatom, aztán jön az álomüzenet, ezt elköszönünk. Oké, jön az álomüzenet. Ő, amit legelsőnek vettem magamnak, a Biceverza. Mindaddig mindjárt felkészülünk, és fél perc. De benne ez a különleges, hogy mind a két oldalán vannak tarott szimbólumok. Aztán pedig megrendeltem, hogy a legalapabb tarot kártyát, természetesen minden tarotistának ugye megvan, ő tényleg az alap, ő a Rider tarot kártya. Szerintem őt nem kell kivennem pakliból, szerintem nagyon sok helyen láttátok már, és ha nem fogom lecserélni rúnákat, ugyanúgy fogok rúnázni, viszont új szolgáltatásként tarot kártya olvasás lesz, én ezt már kiírtam ugye, a szolgáltatási lapomra, de ugye én rájuk is céltok, hiszen ők is feladkálti lapokat, függetlenül az alap 22 életutat mutatják. Igen. Van. Jöhetnek az államüzenetek. Hogy ez hogy jön, mint jön, ezt majd elmondjuk. Lórán szólja, hogy a 26 legisztus az álmokra. Tának, elköszönök. Jól vagy? Persze. Okay. Néha olyan katonás vagy. Nézzük az álmokat. Dzsines vagyok, jó? Falazó. Én is meg a dzsint. Tedd a kezed a képernyőre és kívánj. Na jó, eddig nem megyek le. Na jó, oké. Lorenz szólja, hogyha húzhatja Rexus a álmok üzenetét. Be fogok jelentkezni, majd szerintem a héten Nikoletta valamikor nem spontán. Lehet kérni lapot, már nem, az adást. Már köszönünk kell, ez mindig a köszönő dolgunk ilyenkor. Tehát kihozzuk az állam üzenetét, és onnantól kezdve. Mai napra a kollektív volt a Tiszafa, visszanézhető, mert újra a húzás. Köszönöm, drágám. Oké, oké, akkor húzzad. És melyik jött az álomra? A Ken az, de fordított állásban. Nem, azt te fordítottad, meg direkt figyeltem, bocsi. Csak rosszul fordítottad el. Tényleg? De, igen, tényleg. Egyenesen. Annyira izére figyeltem. Igen, tehát álmatokban. Mert az volt, fél pillanat alatt, hogy mondjam, mi volt a gondolatomba, hogy pont Lóránra gondoltam, hogy jött a húzás, ez is húzás nálunk, hiszen ki van téve több embernek az álomfejtés. Aki szeretne álomfejtést, az írjon vagy privát, vagy azoknál videók alatt kommentbe, álmodban ébredj, mondhatod. Egy jó fanpromó volt. Jó, tehát lényeg az, hogy a mai, holnapi, meg a holnap utáni álomra mutat rá, hogy mire figyeljetek oda, mire jöhet megoldás, és meg pedig a látásmód. Gyógyítás? Hogy milyen szemszögből figyeld meg azt, ami foglalkoztat. Lehet az egy vágyod, egy nem betűjesült álom, bármi, hogy hogyan közelíts meg dolgot, bármilyen probléma, hogy milyen, hogyan vázsd a látásmódot ahhoz, hogy az megoldódjon. Igen. Nyilván az álomnak az üzenete, amit álmodtál, az fogja pontosítani ezt a választ. Oké, viszont itt elköszöntünk. Gyorsan, én felolvasom, itt ír a Béla, aztán köszönök én is. Jövő héten nem tudjuk még, hogy melyik nap fogunk tudni bejelentkezni, mert mint ahogy mondtuk, ugye két naposunk lesz, és már mint két napos vendégünk lesz. Ami nem gyerek. És köszönöm, drágám. Hogy most, hogy szombaton be tudunk-e élőben jelentkezni, vagy csak vasárnap este délután, azt fogjuk időben jelezni nektek, egyelőre még ezt előre nem tudjuk.
Lesznek hosszabb adások is, meg lesz, nem lesz majd újra ASMR-jós adás. Rendbe kell, nagyon sok mindent rendbe kell tennünk, hogy tényleg nem, hogy folyamatosan becsúszunk az időben. Köszönöm, drága. Mit tudom én? ASMR-jós adás. Rendbe kell, nagyon sok mindent rendbe kell tennünk, hogy tényleg nem, hogy folyamatosan becsúszunk. Az eszenetel jó, te csak annyi jött. Lényeg az, hogy elmondtunk mindent. Az eszenetel jó, te csak annyi jött. Lényeg az, hogy elmondtunk mindent, olvasd még fel a olvasnivalódat, mit olvasd még fel a olvasnivalódat, miről akarsz felolvasni? Jorson a Kenaz Rúnáról. Ez a tűzelen rúnája. Ad kreativitás, szenvedét, lendületet, minden átütő erőt, extuális potenciát, szabadságot, és képes kinyitni új dimenziókat és valóságokat. A felébredt mágus a megvilágosodott ember rúnája. Ki túl van a megértésen és az átalakuláson, vagyis az istenné válás útján, hiszen a legelső teremtett elem a tűz. Áldás van mindenkinek, én Rectus Rúna voltam, vagyok, leszek is. Anyukám, pedig lán! A szépséges ősboszorkány. Nem, tehát ezt nem bírom. Oké. Okay. Hello, tehát én... Csinos vagy. De a tükrözést nem bírom, nekem vedd vissza. Már bocsánat, igen, durva vagyok, meg... A mikrofon nyitottam nektek megint. Mert Rectus nem ért hozzá, és véletlenül a mikrofon nyitott a kamera tükrözés helyett. Bocsánat, nem látod a kacsámat? Akkor nem hallottak? Oké. Okay. Nem is baj. Nem is baj. Na, oké, okay, tehát jó éjszakát mindenkinek, csodás álmat, figyeljétek az álmat. Gyorsan még egy perc alatt elmondom, hogy a TikTokon be tudjátok nyomni a kis csengőt, és akkor fogtok értesítést kapni, amikor adásban vagyunk, illetve mindig kiírom, darázsok miatt csúsztunk, erről nem tehetek, de rosszabbat volna, hogy gyorsulunk, az mennyire! Még így is fél, hogy bejöhetnek még. Na, szóval, tehát elvette tőlem a kamerát, a mondani valam kell, mert most ne fordítsd vissza a kamerát, ilyenkor már nem érdekel, bocs. Tehát azt tanuld meg, ha a másik beszél, tarts tiszteletben. Tehát a mondani valóm közepén így elfordítottad magadra. Na. És sminkeltelek. Tehát lényeg az, hogy zálmok üzenete, ma, holnap, holnap után meg, amit elmondtunk róluk. Sziasztok! Áldás mindenkinek. De hogy mi? Meg rúzsos lett a fogad, meg ilyenek miatt vettem el, csak na. Rúzsos. Oké. Okay. Gazdagok vagyunk, még a fogam is rúzsazsam. Ennyi. Oxi, a lényeg annyi, hogy mindig ki fogom tenni, hogy mikorra várható az élőadás. Egy 2 óra hosszát, hogy ismertek minket, számoljatok rá, és kellemes meglepő, hogy előbb köszönünk. Igyekszünk tényleg időben lenni, nem rajtunk múlt. Oxi, egy szónak egy száz a vége. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Sziasztok! Utolsó kép, mit kirakok majd a Facebookra. Átölök anyámhoz, és akkor vele is kínálok egyet, mert láttam a fején, hogy szeretne. Nem szeretnék. De láttam, hogy szeretnél. Nem szeretnék. De láttam a fejeden, hogy szeretnél egy közös képet így. Na jó. Nyert eszek izét, fényt. Még egy-két, bocsi, még majomkodunk, de nyugodtan menjetek el. Na jó. Nyert eszek izét, fényt. Még egy-két, bocsi, még majomkodunk, de nyugodtan menjetek el.